Több bejelentés is érkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz arról, hogy adathalászok kísérelték megszerezni az adózók ügyfélkapus bejelentkezési, bankszámla és bankkártya adataikat, mondta Barlai Krisztina stúdiumban. A NAV baranyai sajtóreferensével Adópercek című műsorunkban beszélgettünk a csalókról, hiszen most az SZIA visszatérítés kapcsán megszaporodhatnak az ilyen esetek. Többnyire e-mailben vagy SMS-ben próbálják kicsalni a címzettek bizalmas adatait, az adóhivatal azonban nem ilyen módon tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel. Az adóhivatal semmilyen formában nem kér bizalmas adatokat az adózóktól, tehát sem telefonon, sem SMS-ben, sem e-mailben nem kér bankszámlához kapcsolódó bizalmas adatokat. Az adó visszatérítéshez kapcsolódó bankszámlaszám, illetve postacím megadását csak és kizárólag a visszadó nyomtatványon várja a hivatal. Ez pedig a hivatalos honlapon, a www.nav.gov.hu oldalon érhető el. A csalóleveleket egyébként fel lehet ismerni, kis odafigyeléssel látható, hogy általában hibás nyelvi fordulatokat, értelmezhetetlen szövegrészeket vagy tegező megszólítást tartalmaz a szöveg. Előfordulhat az is, hogy egy link is található az e-mailben, ami egy adathalász weboldalra navigálja az ügyfeleket. Mivel a csaló üzenetek arculata rendkívül hasonlít az eredetihez, ilyenkor a webcím lehet árulkodó jel, az ugyanis nem egyezik meg a hivataléval. Az nagyon fontos, hogy az adózók saját felelősségre adják meg az adataikat, tehát hogyha egy ilyen csaló e-mailre, telefonhívásra vagy SMS-re megadják az adatokat, például a bankkártya számukat, illetve a bankkártya hátulján lévő háromszámjegyű kódot is megadják, akkor sajnos ne csodálkozzanak, hogyha esetleg pénzt vesznek le a számlájukról. Ebben az esetben azonban nem a NAV a hibás, tette hozzá Barlai Krisztina. Az ügyfélszolgálat munkatársai egyébként készséggel segítenek az adózóknak, akár tájékoztatásról legyen szó, akár egy-egy dokumentum helyes kitöltéséről.